Negyedik alkalommal adott otthont a Megyeháza a Magyar Tudomány ünnepének. A szakmai konferencia megnyitóján Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke úgy fogalmazott, az áltudományos információk sokasága mellett különösen fontos, hogy a tudományos tények is eljussanak a szélesebb közönséghez. A tudomány nem csak, sőt nem is elsősorban csak a tudományt művelőké, hanem mindannyiunké, hiszen mindannyian élvezzük az eredményeket, a hasznokat, illetve hát az is fontos, hogy a társadalomban, a közvéleményben ez megfelelő rangot kapjon, mármint a tudományosság, a tudomány ünnepe. Csernok László, a Debreceni Egyetem rektor helyettese hangsúlyozta, az egészségtudományi kutatások akkor érik el céljukat, ha ez a tudásanyag kiegészül a lakosság életformájának pontos ismeretével, illetve a lakosság szemléletformálásával. Ezért is fontos, hogy a különböző tudományterületek, valamint a különböző egyetemek kutatói együtt alkossanak tudományos közösségeket. Csernok László hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében különösen fontos szerepe van az egyetem egészségtudományi karának. Szeretném hangsúlyozni, hogy a Debreceni Egyetemnek ez a kara, az egészségtudományi kar, az alapvetően az emberek jólétével, egészséges állapotával és a betegségből való felgyógyulásával foglalkozik, mint tudományos kutatás, illetve mint oktatási intézmény, olyan személyeket képez, akik ebben a kérdésben kompetensek és megfelelőek. Hogyha körülnézünk, sajnos meg kell állapítani, hogy az észak-magyarországi régióban az emberek egészség minősége az nem csak az Európai Unióhoz viszonyítva, de Magyarország átlagához képest is sajnos rosszabb. Így alapvető fontosságú az a feladat, amit az egészségtudományi kar felvállalt, a megfelelő egészségügyi szakemberek képzése. És talán az sem ismeretlen a kedves nézők előtt, hogy azért Magyarországon egészségügyi szakemberből hiány van. Tehát ez az oktatási dolog, ez alapvető fontosságú. A szakmai tanácskozás előadásai a fenntartható egészségügyről, az oktatási helyzet aktuális kérdéseiről, valamint a keleti határmenti térség fejlesztési lehetőségeiről szóltak. Ezek után a szakmai kerekasztal beszélgetés keretében a három különböző tudományterület munkabizottsága képviselte magát. Az MTADAB, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottság három munkabizottság tevékenységét koordinálja, az életmód és egészségkutatások interdisziplináris munkabizottságét, a gerontológiai munkabizottságét és a regionális gazdálkodástudományi munkabizottságét. Az első két munkabizottság az egészségtudományi karhoz kapcsolódik, az utóbbi pedig a Nyíregyházi Egyetem munkabizottsága. Igazából ezzel is azt próbáljuk előmozdítani, amit már alapvetően évtizedek óta én azt gondolom, hogy igen jól művelünk, hogy nekünk itt a Nyíregyházán működő felsőoktatási intézményeknek együtt kell kutatni, együtt kell tudományt szervezni. A Magyar Tudomány Hónapja kapcsán tartott eseményt a Magyar Tudományos Akadémia Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottsága, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat, valamint a Debreceni Egyetem egészségtudományi kara közösen szervezte. Amint arra Fedor Anita, a program főszervezője rámutatott, a minden évben megrendezésre kerülő konferenciával a megyében élő emberek legfontosabb problémáira keresik a tudomány válaszait.